Sziasztok! Mint korábban ígértük, az első őrzővédő bajnokság után következzen a második sorozat, amiben azok a fajták szerepelnek, amit leggyakrabban kértetek tőlünk. Ha esetleg nem láttátok az első bajnokságot, most megjelenő infokártyára kattintással nézhetitek vissza ezt egy lejátszási listán. Ha kíváncsiak vagytok a bajnokság állására, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha a harangra is rákattintotok, értesítéseket fogtok kapni majd az új részekről. Ebben az első fordulóban két teljesen eltérő múltú és karakterű kutyafajtát hasonlítunk össze egymással, az angol erdei terriert és az akitát. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az akita a 20. század 40-es éveinek végétől két ágra szakadt, a tradicionális japán akita inura és az Amerikában tenyésztett amerikai akitára. Mivel a film keretei és időkorlátai közé nem fér be, hogy mindkettő típusról beszéljünk, az itt elhangzottak elsősorban az amerikai akitára vonatkoznak, amely elterjedtebb és jobban is ismert hazánkban. Az Airedale Terrier kitenyésztésére a 19. században került sor, Anglia Yorkshire megyéjében, nagy valószínűség szerint az Air folyó menti régióban, az ott élő egyszerű kétkezi munkások által. A fekete terrier megjelenése és kitenyésztése előtt a legnagyobb termetű terrier fajtának számított, gyakran hívták a terrierek királyának. Máig sem teljesen világos, hogy pontosan melyik korábbi terrier és egyéb kutyafajtákból tenyésztették ki, a nemesítés célja elsősorban az volt, hogy egy kemény terrier karakterrel, de nagyobb tömeggel rendelkező kutyafajta jöjjön létre, ami hatékonyabb vadász és munkakutyaként is használható. Az első világháborúban az angol hadseregben sikeresen használták az üzenetek frontvonalon történő kézbesítésére, valamint a sebesült katonák felkutatására is. Napjainkban inkább családi kutyaként illeszkedik be a hétköznapokba. Az akita fajta Japánból származik, ahol eredetileg medvére és egyéb nagy vadakra vadásztak vele. Az írott források szerint az 1600-as évektől tűnt fel egyre gyakrabban a japán akita tartományban megrendezett kutyaviadalokon, ahol a hatékonyság növelése miatt esetenként masztív típusú kutyákkal is keresztezték őket. A II. Világháború után a japánt megszálló amerikai katonák közül sokan megkedvelték ezt a fajtát, és hazatérésük során hazavitték őket Amerikába. Ennek következtében indult el az eredeti, ősi akita, ami Japánban fokozottan védett vérvonalú, és az amerikai akita szétválása. Az Amerikai Ebtenyésztők Egyesülete 1972. októberében ismerte el a fajtát hivatalosan, amely nagyobb termetű és részben más karakterű, mint a japán ős. Napjainkban elsősorban őrzővédő, sport és családi kutyaként használják, speciális karaktere miatt tartásához nagy fokú felkészültségre van szükség. És akkor haladjunk tovább az 5 pontos értékeléssel. 1-es, az elrettentés erőssége. A két fajta testtömege között nagy különbség van, az amerikai akita 40-50 kg-os tömege, majdnem duplája az Airedale Terrier 25 kg körüli testsúlyának. Az akita hatalmas bundája és medveszerű feje komoly visszatartó erőt képvisel minden idegen számára, míg az Airedale Terrier bohókásnak tartott külleme kevésbé riasztja el a betolakodókat. Ez a küllem egyébként igencsak megtévesztő, hiszen az Airedale Terrier egy igazi, kemény terrier fajta, ami komoly és kellemetlen meglepetéseket tud okozni az őket nem ismerők vagy alábecsülők számára. Mindezek ellenére az elrettentés erőssége tekintetében az akita előnyt élvez, Airedale Terrier, amerikai akita 0-1. 2-es, az ugatás erőssége, harapás ereje. A szakirodalom az Airedale Terrier harapási erősségét 230 PSI környékére teszi, az amerikai akita harapási erősségét pedig 350-400 PSI közé, ami nagyon jelentős eltérés. Mindez fakadhat egyrészt a két fajta múltjából,
az erdélterjer ősei apró vadakra, míg az akita ősei nagy vadakra, például medvékre vadásztak, másrészt a testtömegük is jelentősen eltér. Az akita ugatási erőssége nagyobb, hangja mélyebb, a pontot itt szerintünk egyértelműen az akita érdemli, erdélterjer, amerikai akita, 0-2. Hármas, a képezhetőség. A nyugati sztenderdek szerint egyik fajta sem tartozik a könnyen és gond nélkül képezhető fajták közé. Az erdélterjer igazi terjer, lelkes, tetrekész, vidám, intelligens, de makacs. Olykor konokul makacs, melynek áthidalása nem egyszerű feladat, igen-igen nagy tapasztalatot igényel. Az amerikai akita is rendkívül önfejű típus, a fajtát vadászatra és munkakutyaként tenyésztették, így eredendően önálló gondolkodó. Az ismétlődő kérések, különösen ha nem esnek egybe az ő gondolkodás módjával, untatják. Itt nem tudunk egyértelmű döntést hozni, mindkét fajtának adunk egy pontot, erdélterjer, amerikai akita, 1-3. Négyes, egészség és élettartam. Az erdélterjer sajnos nem tekinthető nagyon egészséges fajtának. Körükben gyakran előfordul a diszplázia, szem és bőr problémák. Ami különösen aggasztó és elgondolkodtató az ő esetükben, az a rákos megbetegedések kiemelkedően magas aránya. Az angol Kennel Club felmérése szerint az Angliában élő erdélterjerek majdnem 40%-ának volt a halál oka rákos megbetegedés. Átlagos élettartamuk 10-11 év. Az akita a jellemző kutyabetegségekkel szemben ellenálló általában, problémaként az ízületi betegségek mellett legfeljebb bőr- és szőrbetegségek jelentkezhetnek. Átlagos élettartamuk 10-12 év. Itt az előny egyértelműen az akitánál van, erdélterjer, amerikai akita, 1-4. Ötös, családbarátság, gyerekbarátság. Habár mindkét fajta esetében kiemelten fontos a korai szocializáció, nyugodtan kijelenthető, kifejezetten család és gyerekbarát kutyafajtákról van szó. Szinte mindenki ismeri a meghalt gazdájára 10 évig az állomáson várakozó japán Hachiko történetét, ami által az akita a hűség jelképévé vált. Az erdélterjer emberekkel szemben toleráns, rendkívül ragaszkodik a családjához, családi körben igazi bohócként és mókamesterként viselkedik. Mindkét fajtának jár a pont, erdélterjer, amerikai akita, 2-5, azaz 5-2 az amerikai akita javára, ami alapján az akita jut tovább. A következő fordulóban két igazi erőgép, az amerikai bulldog és az angol mastiff küzd majd meg egymással. Ha szeretnétek elmondani a véleményeteket és szavazni, most kattintsatok a fenti infokártyára. Ja, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Köszönjük szépen a figyelmeteket!